Start. Start, ezen a nap hetedik futama a Fenség Handicap. Jól kezd nagyon Ündám, jól kezd mellette Very Nice Photo, Ádámol Fingetét, utódlót is ott látom a front. A Very Nice Photo pedig hibázik, a futam favoritja kiszáll, egy meglepetésre, azért tőle ez kicsit talán szokatlan. Ündám viszont elmegy vezetni, úgyhogy utódló hiába iparkodik, ez nem jön össze neki. Viszont Zara Mia egészen szenzációs első 200 méter produkált. A második soros tartály ellenére ott van a frontban, miközben utódló is a csata hevében kiszáll, úgyhogy gyakorlatilag a futam két favoritja galoppozik rögtön a verseny legelején. Ündám, Zara Mia, Adamo Fling és Újpesti Lány. Ez most a sorrend. Beatrice Gerendoiti, Rosamundi, illetve Sensation következik, amikor most már a mezőny megérkezett az első egyenes közepére. Egy-két hosszal a sort overnight zárja. Ündám Márton Lajossal vezet, most egy kicsit visszavesz a tempón, hogy megnyugszanak a kedélyek, akik versenyben vannak, egyre tömörebben ügetnek egymás mögött. A vezetőlovat Zara Mia, illetve Adamo Fling követi. A négyes, illetőleg a hetest zárták ki eddig a versenyből, ami az elejét illeti. Ündám vezetni tud, Zara Miát megelőzve. Aztán ott van harmadik helyen a hatos programszámú Adamo Fling, és nagyon-nagyon jó helyzetben találja magát Beatrice Galindo-Eiti, akinek a hátán ott versenye Sensation, közel van Újpesti Lány is, Rosamundi, illetőleg a nagyon gyengén megfontoltan kezdő Overnight alkotja még úgymond a csoportot, vagy a mezőnyt, akik még versenyben vannak. Most pedig változás az élen, hiszen ritmust váltott Nagy Ferenc kettő kezében Zara Mia, és nagyon könnyen, gyakorlatilag érre sétált, mögötte ott van még más pozícióban Ündám, aztán követi őket Adamo Fling, illetőleg nagyon-nagyon közel hozzájuk Beatrice Galindo AT, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, és Zara Mia robog előre, mint egy gőzmozdon, gyakorlatilag Ündám pedig tudja őrizni második helyét, a harmadik pozícióban pedig Beatrice Galindo AT. A kanyar közepén Zara Mia előnye egyértelműnek tűnik, két hosszal vezet, mögötte Ündám nem igazán tűnik frissnek, Beatrice Galindo AT sem. Adamo Fling jöhet esetleg, vagy Sensation, Újpesti Lány kicsit bezárva. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy Zara Mia elsőségét nem sokan fogják veszélyeztetni. Ha csak nem Adamo Fling, akik most kezd igazán kibontakozni, és azért Adamo Fling rohama még nagyon veszélyes lehet, sőt, Adamo Fling folyamatosan támadja a vezető lovat, aki azért igencsak elfárad. Hát még sincs itt Nagy Ferenc győzelem, mert Adamo Fling más sebességi fokozatra kapcsolva simán elszáll mellette. Csordás Emillel Adamo Fling a nyerő, sőt, Újpesti Lány lesz majd a második, úgyhogy Zara Mia csak harmadik, Ündám és Rosamundi a pénzes helyeken.